Az óbecsei röplabdások az idény első részét a lehető legszebb módon zárták le a hazai közönség előtt. Győzelmet arattak. Az Északi Második Liga 8. fordulójában 3-1 arányban nyertek a Bácsi Partizán ellen, szettekben 25-17, 25-17, 20-25 és 25-17 volt az eredmény. Jobban alakult a vártnál, tudtuk, hogy erős csapat vagyunk, ez már az összetételből kiderült számunkra. Nem számoltunk a sérülésemmel, de Milos Rakić a Remélnél jobban helytállt ebben a pozícióban. Volt két bizonytalan mérkőzésünk, a többi nem volt olyan nehéz, de sok elem is összeállt, és szerencsénk is volt a szettekben. Mindent összevetve azt gondoljuk, hogy mi vagyunk ennek a ligának a legjobb csapata. Az első, a második és a negyedik szett mind eredményben, mind játékban teljesen azonos volt. Míg a hazaiak 2-3 pontot, addig a vendégek egyet tudtak szerezni, az óbecsei csapatnak így sikerült megszereznie a 8. nagy győzelmét. Az egyetlen elvesztett szett 14-14-es állásig bizonytalan kimenetelő volt, majd a bácsi játékosok 14-19-re elhúztak, és megtartva az előnyüket, a meccs harmadik részét 20-25-re nyerték. Megbeszéltük, hogy erősen kezdünk, nem adunk nekik lehetőséget pontszerzésre, és hogy erősen szerválunk, ami a mi fő erősségünk. Így is volt. Az első és a második szett egyforma volt, elhúztunk és meggyőző fölénnyel nyertünk. De a harmadik szett a legnehezebb a röplabdában, hiszen nekik nincs vesztenivalójuk, minden addigi taktikájuk kútba esett, erős ütésekre mennek, szabadabban játszanak, ezért mindig nehéz megnyerni ezt a szettet. Nekünk csökken a koncentrációnk, elengedjük magunkat egy kicsit, és most is az történt, mint a kulpiniakkal szemben. Mindkét esetben nagyon domináns csapat voltunk a pályán, de ez a harmadik szett kicsit rosszul sült el. Szerencsére a negyedikben magunkra találtunk. A bajnokság ezen részének soron következő utolsó mérkőzését az óbecseiek Bács-Petrőcön játsszák majd a Mladost ottani csapatával, amely egyetlen győzelmével a 9. helyet foglalja el. Nem tudok semmit mondani erről a csapatról, nem láttam őket, nem játszottam ellenük. Azt tudom, hogy a tabella végén vannak, nem voltak jelentős győzelmeik, de nem veszük könnyedén ezt a mérkőzést sem. Teljes erőbedobással játszunk majd, hogy minél jobbak legyünk, és teljes győzelmet arassunk.